Na sziasztok srácok, egy kis késéssel, de megérkeztem végre a következő nemrég bekerült vadonatúj random event bemutatójával is. Nem másról lesz szó, mint a Street Dealers random eventről. Gyakorlatilag mondhatjuk kis túlzással azt, hogy drog dealerek lepték el Los Santos utcáit. Egészen pontosan három, akik való életbeli, tehát 24 óránként spannolnak újra. Tehát egy nap három különböző helyen tudjuk megtalálni őket. Ezek viszont fix helyek, ehhez majd csatolok egy mappot a leírásba, hogy ne kelljen keresgélni őket. Bár egyébként, hogyha a közelükbe értek, akkor a játék jelezni fogja, hogy ott vannak egy ilyen kis lila ikonnal. Ezeknek a dílereknek a különböző bizniszek termését tudjuk eladni, egészen pontosan metet, kokaint, weedet és acidet. Mindegyik dílernek van egy úgynevezett prémium drogja, amit igazán szeretne, és azért nyilván többet is fog fizetni. Ezek csillaggal vannak megjelölve, és a legfelső sorban vannak az egyszerűség kedvéért. Alapvetően el lehet mondani, hogy rosszabbul fizet, mint hogyha elmennétek a bizniszbe és eladnátok a szokásos módon. Hozzávetőlegesen olyan 50 ezer dollár körüli összeggel jöttök ki rosszabbul, de ettől függetlenül, hogyha mondjuk nincs kedvetek leszállítgatni, vagy meghalni leszállítás közben, akár más játékosok, vagy akár az NPC-k miatt, akkor végül is ez egy jó alternatíva lehet, hiszen invite-only session-ökben is spannolnak, nem kell miattuk publikba menni. Ahhoz, hogy el tudjunk adni nekik, az adott bizniszek egyrészt fel kell, hogy legyenek setupolva, másrészt pedig működniük kell. Megjelenni egyébként akkor is megjelennek a dealerek, ha mondjuk bizniszetek sincs, de az eladáshoz természetesen elengedhetetlen, hogy legyen. Ahogy láthatjátok, nekem például az acidleben kívül a másik három biznisz meg sincs, mert hogy nem foglalkoztam ezekkel, nem ezzel szereztem a pénzt, mióta átjöttem PC-re. Viszont ha mindenképp a street dealereknek szeretnétek eladni a drogokat, akkor én mindenképp azt javasolnám, hogy keressétek meg mind a három dealert, és mindegyiknek a prémium drogot adjátok el, mert az még úgy meg is érheti, hiszen nem buktok rajta annyit, csak egy minimálisat. Ha találok valami normális táblázatot egyébként ezekről a pontos összegekről, hogy mi mennyit ér a dílereknél, akkor bevágom majd ide a videóba, vagy leteszem a leírásba a linket. Viszont ennyi lett volna ez a mai videó, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A leírásban ott lesz tehát a link, ahol meg tudjátok nézni, hogy ma, vagy hát amikor éppen nézitek a videót, akkor éppen hol van a három díler. És köszönöm szépen a figyelmet, holnap vagy holnap után pedig bemutatom a Shop Robberies random eventet is. Iratkozzatok fel, ha nem szeretnétek lemaradni. Én Dani voltam. Sziasztok! Dark side, light this bitch up.